Nyíregyházmegyei Teremtésvédelmi Napnak nyilvánította Ternyák Csaba egri érsek március 25-ét. Ezen a napon Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén az egyházi fenntartású intézmények takarítási, szemétszedési akciót szerveznek környezetükben. Egerben a 24-es főút melletti Határkereszt térségét tisztítják meg a szeméttől, hangzott el a programot ismertető sajtótájékoztatón. Ficek László általános helynök a teremtésvédelem kapcsán a Szentírásból a teremtés könyvét idézve elmondta: Isten azért adta a világot az embereknek, hogy törvényei szellemében vigyázzanak rá, óvják és úgy adják át utódainak. Elsősorban ezek a kinyilatkoztatott igazságaink azokra a kérdésekre adnak választ, hogy ki teremtette a világot, miért teremtette, hogyan kell felhasználni a teremtett világ lehetőségeit, és erre megkapjuk a választ, hogy Isten alkotása az emberért van, és az embernek Isten helyetteseként, Isten törvényei szerint kell a teremtett világra tekinteni, és azt művelnie. Ferenc pápa Laudato Si, áldott légy kezdetű enciklikája e témában világít rá az emberiség felelősségére. Az általános helynök kiemelte, Ternyák Csaba egri érsek természetvédelmi referenst nevezett ki az egyházmegyében, ezzel is hangsúlyozva a téma fontosságát, az egyházmegyei teremtésvédelmi nap pedig alkalmat ad arra, hogy tettekkel is kifejezzük mindezt. Próbáltuk arra irányítani ezt a rendezvényt, hogy helyi erőforrások, helyi közösségek fogjanak össze, és minél kevesebb terhelést okozzunk a Földnek ezzel is, és ezért szerveztük helyi intézmények számára. És főleg a szemléletformálás, amit már említettünk korábban is, ez a legfontosabb, hogy már diákkorban, gyermekkorban kerüljenek a gyerekek ezzel a témakörrel közelségbe, barátságba. Német Zoltán teremtésvédelmi referens elmondta még, az előzetes információk szerint az Egerben működő 4 egyházi fenntartású intézményből mintegy 70-80 tanár és diák vesz részt az akcióban, és a közös takarításban Ternyák Csaba egri érsek is részt vesz. A főegyházmegye többi intézménye saját környezetében takarít. Németh Zoltán elmondta még, teremtésvédelmi referensként feladata, hogy átfogó stratégia készüljön, és a szombati akció egy folyamat kezdete legyen, ne csupán egy egyedi alkalom. Az EGRI program segítője a Városgondozás Eger Kft. A cég gondoskodik a védőeszközökről, zsákokról és az összegyűjtött hulladék elszállításáról. Balázs Dániel egyetemi hallgató így fogalmazott, generációk szemléletét kell megváltoztatni, és különösen fontos, hogy a fiatalok is megértsék, hogy miért kell vigyázni a teremtett világra, és hogy ismerjék fel, háttérbe kell szorítani az anyagias szemléletet. A március 25-én szombaton 10 órakor kezdődő EGRI programra elsősorban az intézményeket hívták meg, de minden segítőt szeretettel fogadnak a 24-es főút melletti Határkeresztnél.